Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez itt a Rivaldán innen újabb adása. Mai vendégem egy igazi sportember, Bánki József Dodó. Köszöntelek a műsorban. Én is köszöntöm a kedves nézőket, és téged is szeretettel. Nagyon sok mindenről lehetne beszélni. Ugye téged már egész kicsi gyerekkorod óta a futball őrülete elkapott, és már nem is tudom, hány éves korodban focisztál először, vannak ilyen emlékeid? Hát a gyerekkorból már 3-4-5 évesen rúgdostam a labdát, de hát igazolt játékos nem lehettem, mert a Fradiba akkor még nem volt olyan korosztály, ezért elmentem a KSI-be 7-8 évesen, és utána később a Serdülő egybe kerültem vissza a Fradiba, de amiatt az eszemet tudom, futballozok. Mondtad, hogy még nem lehettél fradista, ez azt jelenti, hogy szerettél volna? Tehát családban, felmenőkben volt olyan, aki futballozott, vagy igazából elhivatott, elfogult volt egy-egy csapat iránt? A fogantatástól kezdve vagyok fradista. Az egész családom anyai, apai ágon is mindenki Ferencváros szurkoló volt, úgyhogy ez egy családi örökség, meg egy lelki igény. Hogy lehet valaki fradista? Tehát, hogyha ne adj Isten a Megyeri út környékén születik, de ő zöld-fehér szíve, ott is vannak. Mindenhol van. És ezt hogy lehet összepasszintani a kettőt? Azt szoktuk mondani, hogy apáról fiúra száll, és ez a legtöbb, de van, akit a közösség, a közeg, a baráti társaság egy-egy jó emlék terel és sodor a Ferencváros felé. Különböző, de a leggyakoribb az, hogy apáról fiúra száll, és egy ilyen örökségként hordozzuk életünk végéig. Édesapád futballozott, vagy csak... Futballozott. Méghozzá a Fradi tartalék csapatáig vitte. Szabó Laci volt a legjobb barátja, a Szabó Dékány fezezett sorból, és a legendás Futi Járus Kalap, ők az osztálytársai voltak. A Zuglóban a Törökörön nőttek föl, közel a Népstadionhoz, most már Puskás Aréna. És én is ott laktam. Az apujékkal, a szüleimmel, és minden vágyam volt, amikor láttam a kettős angadókat, hogy a szobrok közt melegíteni Albert Flóriánt, Rákosi Gyulát és a többieket, hogy jó lenne egyszer egy kettős angadón részt venni, aztán évekig volt részem benne, úgyhogy nagyon büszke vagyok, hogy a gyerekkori álmom megvalósult. Nem titkoltan is rá is fogunk erre térni egy picikét, ugye talán nem is gondoltál erre, de nemrégiben megjelent egy könyved, amiben anekdótákat, különböző értelemszerűen a Ferencvároshoz, illetve a futballhoz kapcsolódó történeteket osztasz meg, illetve olyan dolgokat, ami belőled jön, és amiket te átéltél, vagy amit te hallottál. Erre azért ki fogunk térni, és már itt, amikor a KSE után ifistaként elkezdtél a Fradiban játszani, ugye megint csak a könyvre utalnék, azért már ott egy olyan meghatározó edződ lehetett, akit szerintem nagyon sokan kívánnának magának. A császára gondolsz, gondolom, Albert Flóriánra, hát igen, nagyon-nagyon boldogok voltunk, hogy ő adja vissza a kényszerítő passzokat, ő okít minket, mutatja a helyes lábtartást, meg egyáltalán az egyénisége. Nem volt egy szigorú edző, nem mondom, hogy olyan nagyon modern gyakorlatok voltak, de maga az egyénisége, az a kisugárzás, ami árad belőle, az fantasztikus érzés volt, és a mai napig boldogok vagyunk. És hát a szülők is, mert a császárnak ugye volt egy borozója a Ferenckőrúton, és általában a szülői értekezletet ott tartotta. Úgyhogy az egy nagyon népszerű szülői értekezlet, ott kevesen hiányoztak, sőt, az kevés szék maradt üresen. Mennyire volt ez meghatározó számodra? Hát gondolom ez azért megerősítette a fociba vetett hitedet, illetve már akkor te tudtad, hogy neked ez az utad, és hogy erről nem nagyon fognak letéríteni. De akkoriban ugye az egyetlen magyar aranylabdásról beszélünk Albert Flórián tekintetében. Nem akarok negatív lenni. Szerinted mostanában, tehát 2020-as években ugyanúgy tekintenének rá, mint akkoriban? Tehát mennyire volt más az, hogy ott élt közöttetek? Tehát, hogy egy létező ember volt, nem egy, hogy mondjam, nem az emlékekről szólt a dolog, hanem tényleg kint volt az edzésen, tényleg kint volt a meccseken. Mennyire volt ez meghatározó?
Csodálatos érzés volt, és egy, de a korszellemet is tükrözi, egészen más világot éltünk, ennyire nem volt elüzletiesedve a világ, voltak barátságok, voltak őszinte mondatok, ma már azért kevésbé vannak, és a császár is ilyen volt, közvetlen volt, őszinte volt, barátságos volt, és hát ott Gyetvei Laci bácsi, Rudas Feri bácsi, a Toldi Géza bácsi, hát legendás Fradi játékosok között nőttünk föl, hát már akkor olyanok hangzottak el, Gyetvei Laci bácsi például egy órával a meccs előtt azt mondta a Flóriéknak, hogy Flórikám, most már rövidet ne ígyatok. És ilyeneken nőttünk föl, fantasztikus világ volt, egészen más korszak volt, meg hangulat a futball körül is, hát ez az üzlet, mint ahogy sok minden mást hazavágta. Hogyha akkori időkről beszélünk, ugye még a környezet is más volt, a régi Üllői úti stadion, annak másabb volt a hangulata. Nyilván modernizálódni kell, nem mondhatjuk azt se, hogy a Grupama az most nem hangulatos, vagy hogy másabb lenne, de a mai technikának megfelelő. Lehetett volna azt, hogy a Szentét úgy átalakítani, mondjuk annak idején, hogy az megmaradjon, mint Szenté, de modernizálni. Tehát, hogy technikailag lehetett volna ilyet egyáltalán. Nem igazán az én területem, de egy olyan döntés született, hogy egy új stadion építettek föl, ami már most visszahozta az árát. Tehát már most abszolút rentábilis. A régi stadionhoz kötődünk, én gyerekkorom óta az építésétől a bontásáig, ott töltöttem a gyerekkoromat, a 10 évig az NB1-ben futballoztam. Fantasztikus emlékek fűznek ehhez a régi stadionhoz, de már én nagyon szeretem az újat is, és már egyre inkább lelke van ennek az új arénának is. A Fradi nagyon jól járt ezzel az új stadionnal. Emlékeink megmaradtak, a klub jövője viszont így van biztosítva, és nagyon örülök, hogy virágzásnak indult, és jelenleg is virágzik a klub. Alapvetően igazából erre, tehát tudom, hogy nem te írtad alá, és nem a te döntésed, csak hogy egy picike, ugye abból a korszakból, abból a korból ott maradt. Átmentette. Olyan elnökünk van, aki a Springerek után azonnal megemlítendő, Kubatov Gábor áthozta például a régi reflektorokat. Ott vannak az új stadionban a székeket, a Népligetben hasznosítva vannak az új székek. Tehát a régi stadionnak a tárgyai is ott vannak, nem csak az emléke, meg a romantikája, hanem igenis, amikor megjelenünk a Grupama Arénában, látjuk a régi stadionnak is a kellékeit. Nagyon, nagyon jó érzés ez is. Ugorjunk egy picikét vissza akkor az ifista időszakba. Ez mennyire volt emlékezetes számodra? Ugye ott elég komoly sikereket értetek el. Az akkori történetek megmaradnak-e, vagy igazából megmarad az ifista időszaknak, és az akkori csapattársaid nem annyira meghatározók a további pályafutásod során? De nagyon meghatározók. A mai napig tartom velük a kapcsolatot, egy életre szóló barátságot kötöttünk, összekötött minket a haza és a Ferencváros iránti rajongás. Mai napig fölköszöntjük egymást, sajnos egy-két társunk már nincs közöttünk, viszont épp a napokban volt az egyik játékos társam születésnapja, és mindannyian felköszöntöttük. Nagyon-nagyon-nagyon szerettük egymást, nagyon szerettük a Ferencvárost, és nagyon jó volt együtt játszani. És visszagondolva arra az időszakra, ott nem a menedzserek és a szülők hatalma volt az erős, hanem a tudás és a tehetség. Manapság ez egy picit megváltozott. Technikailag, és nem akarok mindig visszaugrani az időbe, de technikailag például akkori időszakban mondjuk a heti edzés beosztás, vagy ne adj Isten annak a meghatározása, hogy mikor kell lefeküdjön az adott labdarúgó, hogyha másnap meccse van, vagy lehet-e duhajkodni, italozni előző este. Ezek mennyire voltak másabbak, mint manapság, és ezt pozitívnak vagy negatívnak éled meg? Semmilyen ilyen tudományos segítséget nem kaptunk. Legyen elég csak annyi, hogy 28 éves voltam, amikor Muha Józsi hazajött Belgiumból, és megmutatta, hogy mi az a stretching, nyújtás, lazítás. Nyugat-Európában már régeség csinálták, mi 28-30 évesen kezdtük el a modernebb edzésmunkát, meg a rehabilitációt, meg a regenerálódást. Fényévekre voltunk lemaradva, de ennél is nagyobb probléma volt a morális válság, mert azért a magyar futballban nem mindig a morális tisztaság vitte a prímet, sajnos. Térjünk rá akkor a profi, tehát az NB1-es időszakodra.
Emlékszel-e az első meccsedre, amikor valószínűleg nem tudom, hogy kezdőbe, de inkább ugye csereként tudtál beállni? Így van. Majdnem mindegyikre emlékszem. A Real Saragossa ellen volt, még ifista voltam talán, és a Real Saragossa edzője Leo Beenhakker volt, aki utána Fischer Pali edzője lett az Ajax Amsterdamnál. Novák Dezsőnél mutatkoztam be akkor is, meg a bajnokságban is. Novák Dezső remek edző volt, nem véletlenül nyert játékosként is, meg edzőként is bajnoki címet a Fradival, plusz két olimpiai aranyat is. Úgyhogy ő beírta magát a Fradi történelem könyvébe, és nagyon örülök, hogy ő is az edzőm volt, mint ahogy később Dalnoki Jenő is, Sárosi Laci bácsi, Rákosi Gyula, és a végén Nyilasi Tibor is. Az ifista időszakot, hogyha említettük, akkor a 88-as olimpiai válogatottban ifistaként, ugye? Nem, akkor már nem ifista voltam. 88-ban már nem. Tehát olimpiai válogatott. Olimpiai válogatott voltam, csak igen. Akkor már nem ifistaként. Igen, tehát, bocsánat, igen. Semmi probléma. Olimpiai válogatottként mennyivel másabb kifutni a zöld pályára? Hát remek érzés, hát a hazámat képviselni mindig is egy csodálatos dolog volt. Annak idején én nagy válogatott nem lehettem, és akkor nem is érdekelt annyira, mert tudtam, hogy előbb-utóbb sikerül. Aztán nem sikerült, különböző okok miatt, mint ahogy bajnoki címet sem nyertem a Fradival. Ugyanakkor mindez kompenzálja az a szeretet, amit a szurkolók részéről kapunk a mai napig, pedig azért már rendesen benne vagyunk a korba, és az volt még az utolsó olyan Fradi, amelynek kapustól a bal szélsőig felsorolták a nevét, utána még jött a Bajnokok Ligája csapat 95-be, azokat is felsorolták, de ott azért már voltak váltások, tehát nem úgy sorolták fel, mint mi gyerekkorunkban, hogy Géci, Novák, Mátrai, Páncsics, Juhász, Szűcs, Szőke, Varga, Albert, Rákosi, Fenyvesi, amiket még így soroltak fel. És milyennek érzed az akkori és a mostani, ne haragudj, itt most a beszélgetés, ez valahogy mindig oda-vissza ugrálás lesz az időben. Tehát ugyanúgy, ahogy most ezt elmondtad, két év múlva a mai, mondjuk a most hétvégén vagy holnap pályára lépő Ferencvárosi 11-et, két év múlva valószínűleg 8 helyen változás fogja érni. Nem fogják soha felsorolni ezt a mostani Fradit, viszont az, hogy 4-szer egymás után bajnokságot, remélem 5-5-ször is megér, az viszont tény, az meg bevonult a történelemkönyvbe. Most ilyen világot élünk. Az eredmények bizonyítják, hogy a Fradi jó úton jár, nemzetközi szinten folyamatosan évek óta sikerül a csoportkör, egyszer a Bajnokok Ligája csoportkör is sikerült, az Európa Liga csoportkör már harmadszor. Úgyhogy ezek azt igazolják, hogy jó döntések születtek. Persze, minden Fradi szurkoló azt szeretné, ha tele lenne magyar játékosok, a debreceniek, és mindenki azt szeretné, hogy a saját nevelésű játékosokat lássák a csapatukba. De volt olyan is, hogy el akartunk hozni egy magyar játékost, és 3 millió eurót kértek érte, és 500 000 euróért pedig sikerült elhozni az Izaelt. A brazil játékos, tehát ekkora különbségek vannak, nagyon drágák a magyar játékosok, nem tudom miért van ennyire felsófolva az áruk, meg ennél is nagyobb probléma, hogy az utánpótlás képzésünk az nagyon messze elmarad Nyugat-Európától, akár szakmailag, akár más területeket nézek. Akkor beszélve egy picit az NB1-ről, a sikereid során van-e olyan, ami kifejezetten megmarad? Azt tudom, hogy nagyon jó memóriád van, és ugyanúgy a meccsekre, mint az edzőkre, mint a csapattársakra nagyon-nagyon emlékszel, és azt is olvastam veled kapcsolatban, hogy a könyv elkészülésekor, ugye ezek a sztorik, ezek neked megvoltak nagyon régóta, és eleinte csak kis cetlikre, kisebb papírokra írogattad föl, kockás lapra, és azután döntöttél úgy, hogy ezek meglesznek. Érdekelnének azok a, nem tudom, voltak-e olyan meccsek, amire nagyon-nagyon szívesen emlékszem, meg nyilván olyan is van, amire nagyon nem. Hát nem, én nekem minden Fradi meccs ünnep volt. Hihetetlen érzés volt. Már elmentünk a régi Ülőti stadionba, és az ablakból láttuk a nézőtér felét. Sose felejtem, mert Fischer Pali ugrált, szóval gyerekek, egy óra van a meccsek, és még csak 5000-en vannak a lelátón. És utána 10 000, aztán 18, aztán 20, 28 000, hihetetlen érzés volt fradistának lenni. Nem véletlen, hogy a Honvéd zsinórba 7 bajnokságot nyert, aztán majdnem minden honvéd játékos nálunk akart játszani, mert soha nem kaptak akkora szeretetet meg népszerűséget, mint mi, akik egy bajnokságot sem nyertünk. Igaz, nálunk a honvédelmi, mert Cinege Lajos,
Berecz János a párt üdvöskéje, meg Buda István az OTSH elnöke volt Honvéd. Tehát akkor 80-as években Honvéd volt a hatalom csapata. Egy évtizeddel korábban a Dózsa, a belügyminisztérium csapata. Mi meg a nép csapata voltunk. És erre szoktuk azt mondani, hogy a mi meccseink közügy volt, másoké meg belügy. Hogyha 80-as évekről beszélünk, ugye említettél itt több külföldi várost, illetve több külföldi meccset is. 89 előtt azért annyira nem volt könnyű külföldre menni. Ez nektek megadatott a focista lét kapcsán. Mennyire éreztétek szabadságnak ezt az Európában való utazgatást? Nem nagyon voltunk benne biztosak. Szóval azért már én azért olvasgattam szamizdatokat a 80-as évek közepén, sőt, vittem is be a Fradiba néhány erre fogékony játékostársamnak vagy edzőnek, de nem nagyon láttuk a kiutat, hogy mi ebből ki tudunk törni, ebből a langymeleg középszerűségből, ami az országot, mert egy bizonyos pontig megengedték mindent, de egy bizonyos ponton túl már nem. Tehát nem éreztük teljesen szabadnak magunkat. És sajnos ez is egy picit visszaütött, mert túlszul ejtették egymást ezekkel a zsarolásokkal, nem csak a futballban, hanem a civil életben is. De aztán hála Istennek, hogy a rendszerváltozás hozott egy szabadabb légkört, és ki tudtunk menni, de nem a nyugat-európai szerepvállalás volt ebbe a lényeg, hanem az, hogy erősödött azért az összefogás meg az összetartozás érzés, és ez mindennél fontosabb volt, ami egyébként ránk fradistákra mindig is jellemző volt. Hogyha már összetartozás is 80-as évek, azért elég erős ellenszélben volt a Fradi akkoriban, tehát például az átigazolási vagy igazolási piacon is elég nehezen tudtatok érvényesülni. Ugye itt nagyon sokszor nem is csak a pénz vagy az igény, hanem nagyon sokszor meg volt mondva, hogy hová kell egy játékosnak igazolni. Én pontosan tudom, hogy a rivális csapatokban kik voltak fradi érzelműek, fradi szurkolók, de nem jöhettek, mert akkor azt mondták, hogy jó, mehettek az előbb két év lentiben, mezőtúron, aztán mehettek a Fradiba. Inkább elmentek akkor a Honvédba, vagy az Újpestbe. És ez a könyvben is benne van, mert megírtam, hogy a hatalommal nem tudtunk mit kezdeni, sokkal nagyobb előnyben voltak. Hát minket viszont nem tudtak, azért egyikünket sem tudtak átigazolni. Engem például a Honvéd el akart vinni, el szó se lehetett róla. A másokat sem, viszont visszakaptuk szeretetbe azt, amit a többiek sikerekben, pénzben, elismerésben, de a szeretettel nem lehetett betelni, és nem véletlen, hogy irigykedtek még így is ránk a rivális csapatok játékosai. Rivális csapatokat említettél, Debrecenben vagyunk. Van-e a pályafutásodnak olyan emléke, ami Debrecenhez kötődik, illetve akár olyan rangadó, mondjuk az elmúlt években is voltak olyan meccsek, amikor nem mindig boldogan ment haza innen a Fradi, de oda-vissza ment ez. 80-as években mennyire érezted a két csapat közti, nem is rivalizálást mondanék, hanem... Hát én túl közel állok Debrecenhez ahhoz, hogy ne tudjam, hogy mi miért történt. Én imádtam idején, a mai napig imádok idején. Én nagyon szeretem a várost, az egyetemi légkört, rengeteg barátom él a városban, és mindig is örömmel fog visszajönni. A mi időnkben még tömegek vártak bennünket az Aranybika szálló előtt, de akkor még a Loki nem volt nagy csapat. Egy kis csapattudata volt, aztán 99 után lett nagy csapattudat, és az ellentétek is onnan jöttek. Nyilván nem csak ebből fakadt, mert hát azért onnantól kezdve már rangadókat is játszott a két csapat egymással, nyilván az ellentétek ide vezethetők vissza. Ettől függetlenül én úgy érzem, hogy itt Debrecenben hihetetlen jó emberek élnek, és jó, rengeteg fradista is él. Nem csak a Debrecenben, hanem a Hajdú-Bihar megyében, ugyanis az öreg fiúkkal járjuk az országot, és hát nagyon sok helyen megfordultunk itt a hajdúságban is. Ezt a rivalizálást nem kell megszüntetni, mert ez jó, addig jó, amíg van egy jó Loki, mert nagyon nagy szükség van ennek a régiónak egy jó csapatra. A Fradi meg tovább kell, hogy vigye a hagyományt, nagyon szép emlékeim vannak, és a Olá Gábor utcából is, a Nagy Erdőből is, de akkor még nem volt ez az ellentét, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy romantikus hangulat vette körül ezeket a meccseket. Nem úgy, mint a Megyeri úti rangadókat. Hová datálható a Fradi-Újpest ellentét? Vagy nevezük ellenszevnek, rivalizálásnak?
ez a 60-as, 70-es évekre vezethető vissza. Előtte is volt rivalizálás, de ilyen szintű ellentét és ellenérzés azért alakult ki, mert az újpesti Dózsa egész pontosan a rendőrség és a belügyminisztérium csapata volt, és hát mint karhatalom azért nagyon sokszor és nagyon sok fradistát vertek meg a verseny utcába a kettős rangadók után, vegzálták a fradistákat, másokat is, tehát a rendőrségnek nem volt olyan a megítélése, mint most. Tehát az egy negatívum volt. Nem véletlenül alakult ki ez az ellentét, máig tart, és ez tartani is fog, mert ezt nehéz lesz kieverni. Egyetlen más klubban sincs ilyen szintű ellentét. Nem is nagyon akarok belemenni, mert nem az én területem, de hát itt az ultramozgalom, huligán mozgalom is kialakul, de ezt kezdik mederben terelni, de a Dózsa elleni ellenérzés az erre vezethető vissza, a rendőrségre, meg a belügyminisztérium elleni ellenérzésre. És ez igazából a két, tehát ugye itt nem csak a tornaklubról beszélünk, nem csak a foci csapat, nem csak a labdarúgó szakosztályról beszélünk, hanem az ugyanúgy megvan a teljes... Nem, máshol nincs. Nem, ez inkább a futballra jellemző. Tornában, vízilabdában, más sportágokban átjárás van, tehát nagyon sokkal konszolidáltabb és barátságosabb a légkör. Ez elsősorban a futballban és a két szurkolótábor között van ez az ellentét. Ilyen vezetői szinten nem annyira. Ami még lényeges, és nem akarok hazabeszélni, de a Fradi mindig kiállt az Újpest mellett. Tehát amikor jogilag ki akarták zárni őket jogosan, akkor a Fradi megmentette, kiállt érte a vezetői szinten. És hát nem csak az Újpest, de más klubok viszont mellettünk nem álltak ki, amikor piszkos, azt kell mondjam, mocskos módon kizártak bennünket az NB1-ből, és igazságtalanul. Az egy rettenetes időszak volt, senki nem állt mellénk, álltunk fel a padlóról, elkísértük a csapatot Tuzsérra, Jászberénybe, Baktalórántázára. A tisztítótűz megvolt, a poklot megjártuk, és felálltunk a padlóról, és az utóbbi 10 évben pedig virágzik a klub, köszönhetően ennek az új vezetésnek. Visszatérve egy picit a pályafutásodra, középpályán játszottál mindig. Soha nem szerettél volna csatár lenni, vagy nem volt más olyan poszt, ahol te jól érzed magad? Világéletemben középpályás voltam, és mindig jobban szerettem gólpaszt adni, mint gólt lőni. Nem érdekelt. Nem volt bennem ez a gyilkos ösztön, ami a csatárokra jellemző. Én imádtam, amikor ki tudtam szolgálni a csatárokat, és általában ez állt nekem a legjobban, ebben voltam a legjobb. Én nem tudtam, azért nem is, talán a válogatottban Détári és Bognár Gyuri is azért volt előrébb nálam a posztunkon, mert több gólt rúgtak. Viszont a periférikus látásom, a döntésképességem, a technikai tudásom az megvolt, az abszolút válogatott szintű volt, mondhatom, nagy képviség nélkül, mert... ami fontosabb ennél, nem én mondom, hanem ezt a szurkolók, akik még láttak játszani, és ennek örülök a legjobban, amikor még emlékeznek rá az idősebb szurkolók. Tipikus 8-as? Abszolút. Ráadásul 8-as, mert nálunk a Fradiban mítikus jelentőségű, hihetetlen futballisták viselték, Oroszpali bácsi, Kocsis Sanyi, Varga Zoli, Branikovics Laci, Nyilasi Tibi, és utána jöttem én erre nagyon, a mai napig nagyon büszke vagyok, úgy. Ez nálunk nagyobb becsben van tartva, mint máshol a 10-es. A különböző, ugye beszéltünk az olimpiai válogatottságról, érdekelne a Gyulai István díj. Ez egy elismerés, de ez mit képvisel konkrétan? Ez egy újságírói elismerés, és ez nagyon meglepett, mert én a mai napig, tehát én úgy azért végeztem el az újságíró iskolát, mert a nagybátyám kitalálta, édesapám öccse, ugyanis apu akkor már meghalt, és egy évig tengtem-lengtem a visszavonulás után, pont azon a napon hagytam abba egyébként a futballt, amelyik napon meghalt az édesapám. És egy évig tengtem-lengtem, aztán a nagybátyám, az apu öccse kitalálta, hogy legyek újságíró, mert apámnak három nagy dédelgetett álma volt, hogy a futball, a sportújságírás, meg imádott táncolni. Na most táncban totál ügyetlen vagyok, az a lányaim viszont mind a kettő prémán táncol, a fiam futballozik, és az újságírás volt még egy nagy álma az apunak. És elmondom, jó, akkor elvégzem, de be is iratkoztam a Bálint György újságíróskába, elvégeztem, elmentem a Népszava újságírónak, például a Töröcsik Andris meg Nyilasi Tibi cikkeit is gondoztam, és 5 évig, egyébként máig
ugyanazokkal a kollégákkal, Buzgó Józsival, Balai Attilával, Novák Mikivel dolgozom együtt, és ez is jellemző, mert a Fradi mellett is hűséges voltam, a újságírás mellett is a Sztársportot utána együtt csináltuk, és most a Fradinak a hivatalos magazinját, a Zöld és Fehért is már immáron 10 éve, de a lényeg az, hogy én soha nem éreztem magam vérbeli újságírónak, én futballista maradtam. Éppen ezért lepett meg ez a Gyula István díj, de nagyon. Jól esett, de meglepett. De így, hogyha lelőtted a kérdésemet, ugye akkor most a miután abba hagytad az aktív futballozást, ami így annyira nem is igaz, mert az öreg fiúk csapatot is viszed tovább, tehát hogy egyáltalán nem távolodtál. Igen. Egyáltalán nem távolodtál el a csapattól, az aktív dologtól. Kik játszanak, és milyen ez az öreg fiúk bajnokság? Ez szívügyem, ezt nagyon-nagyon szeretem, mert ebbe is azért vissza kell utánom a gyerekkoromra, amikor a Népligetben kijöttünk az öltözőből, akkor ott láttam Rudas Feri bácsit, Gyetvai Laci bácsit, Hajba Kálmánt, Krepszi bácsit, Hispoldárpi bácsit, a régi nagy fradistákat, és most meg mi vezetjük ezt az öreg fiúkat, én már 15 éve járjuk az országot határon innen, határon túl, és több generáció képviseli. Vannak a 1975-ös kegdöntőben szerepelt csapatból, például Muha Józsi, Rab Tibi vagy Takács Laci, olykor Szokolai Laci is beáll közénk, a 95-ös Bajnokok Ligájában szerepelt csapatból vannak a Keller Józsi, Szűcs Misi, Telekmanci, Nyilaselek, Zorán Kuntics, tehát nagyon sokan, akkor van a gólkirályok, Igor Nicsenko, Fischer Pali, Horváth Peti, Zúrják Csöpi, bajnokok, kupagyőztesek, és járjuk az országot, és hihetetlen ünnep. És ez nagyon jó a klubnak, nagyon jó a vendéglátóknak, nagyon jó a játékosoknak, mert ha csak 3-4 gyereket megnyerünk a Fradinak, már jó, már gyarapodik a klub, már pedig a gyerekek által gyarapodik a haza, meg a Ferencváros is, hozzáteszem a Loki is. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy a Zöld és Fehér magazint főszerkeszted, azon kívül született egy könyv is, amire már is rátérünk, 2-3 percet még arról is beszéljünk, de igazából tévében is sokszor lehet téged látni, szakértőként elmész különböző csatornákhoz, meccseket, nem csak a Fradit, hanem több más csapatokkal kapcsolatban is. Abszolút, és ez mind úgy jött, a sors irányította, és a sors terelte erre. Véletlenül próbáltam ki a szakértősködést is, de nem tartom magam szakértőnek, nem is érdekel, főszerkesztőnek se tartom magam. Nem érdekel rangtitulus, engem az érdekel, hogy értéket, nyomot hagyjunk, értéket teremtsük, minőséget képviseljünk, akár amikor beszélünk a futballmeccsről, akár amikor a Fradit képviseljük, akár amikor egy könyvet írunk, több nem lesz, mert én nem is akartam, tehát ez az egy, amit te is említettél, ugye, általában járjuk az országot, és mindig idézzük a Lakatféle sztorikat, a Dalnoki-féle sztorikat, a Flóri-féle, Albert Flórián-féle, Varga Zoli-féle sztorikat, és könnyesen röhögtük magunkat. És elhatároztam, ha már ennyire jól érezzük magunkat, akkor miért ne osszuk meg másokkal is. És 6 évvel ezelőtt elkezdtem írogatni ezeket az anekdótákat, történeteket, és lett belőle ez a könyv, 380 oldal. Nem is gondoltam volna, hogy ennyi lesz, de hát 1001 ilyen sztorink volt, úgyhogy belevágtam, és most már nem bánom, mert olyan visszajelzések jönnek, hogy nagyon örülnek neki az emberek, és ennél nagyobb öröm nincs, mint örömet szerezni. Hogyha megnézzük a könyvedet, és tényleg csak egy picikét belelapozva, akkor azt mondom, hogy dr. Lakat Károly elég nagy részt vesz ki a könyv terjedelméből. Azt hiszem, hogy meghatározó lehetett ő a te életedben, és nem csak a szándékosan, nem azt mondtam, hogy a munkásságodban. Amiket én olvastam ugye a könyvben, az azt arra következtettem, hogy nem csak a munkádat, hanem a gondolkodásodat is megváltoztatta nagyon sok helyen. Tehát ugye nagyon sok olyan sztori van benne, ami lehet, hogy nem is feltétlenül a fociról szól, hanem emberségről, lojalitásról és a másik emberrel való kapcsolatról. Hát pontosan így van. Hát ugye Karcsi bácsi nagy rész szerepel a könyvbe, de őt nem ismertem olyan sokáig, hála Istennek ismertem személyesen, és nagyon sokszor én van róla. De Dalnoki Jenő 3 évig volt az edzőm. De Lakat Karcsi bácsi gondolkodásmódja, habitusa, életfelfogása, világlátása, a Fradihoz való hűsége, és egyáltalán az a szellemiség, amit képviselt, én rajongtam ezért. Rajongtam Dalnoki Jenőnek szintén a hűségéért, ahogy elásta ugye a
a Springer szobrot, amikor a kommunista hatalomátvétel történt, aztán amikor visszakaptuk a színeinket, előásta, amikor az új stadion 74-ben fölépült, azt sem nagyon akarták fölépíteni, abba is kellett némi segítség, hogy fölépüljön, és kiásatta egy üveg borére, hogy megmutatta, hogy hol van. Hát ezek fantasztikus ember. Albert Lórián, amikor a Gáspár Sándor, Biszku Béla, Kádár János hármas fölvitte a Citadellához, és egy budai lakást, egy budai villát ajánlottak föl neki, és a Flóri megkérdezte, hogy mit kell ezért tennem, aláírni a Vasashoz, jött a válasz, szó se lehetett róla, mert az édesapját kulákként Herceg Szántóról kiabrudalták, majdnem a halálba kergették, úgyhogy szó se lehetett erről, de viszont a császár soha nem politizált, bármilyen fura, soha, nem volt hajlandó megszólalni politikai, akkor Karcsi bácsi meg Dalnoki Jenő már igen. Ez is benne van a könyvben. Mi van még a könyvben? Szerintem a fradizmus lényege. Az, hogy mit jelent fradistának lenni. Milyen érzés, miért vagyunk ennyire összetartóak, miért segítünk egymásnak ilyen mértékben, miért van az, hogy soha nem hagyunk senkit az út szélén, milyen a gondolkodásunk, miért tartunk ki a klub mellett, és hogy milyen hangulata van a Fradinak. Szerintem ezekből a sztorikból ez is kijön, meg az a szellemesség, szellemiség, ami az edzőket, játékosokat, és egyáltalán ezt a klubot képviseli. Ugye, ahogy említettük, dr. Lakat Károly, Dalnoki Jenő, Albert Flórián, illetve a kettős rangadók is megjelennek a könyvedben. Amire én olvastam egy ilyesmit, hogy talán lesz esély, hogy megint vissza akarnak hozni ilyen kettős rangadókat. Van emléked a kettős rangadókról, hogy miért hiányozhat nekünk, vagy miért hiányozhat annak, aki nem tudja, hogy ez mi? Hát ez már nem, azt a hangulatot már nem lehet visszahozni, nem lehet. Egyszerűen más világot élünk, bár vissza lehetne, de nem lehet, mert ott mind a négy szurkolótábor vegyesen ült. Ma már ezt nem lehetne megcsinálni biztonsági okokból. Hát meg nincsenek már azok a flutijárosok, mint Zölei János Kalap, a legendás flutijárus, aki például, csak hogy egy példát említsek, ugye Zsivotki Gyula, a kalapácsvető olimpiai bajnok, a fiával együtt játszottunk a Fradiba, és oda ment Zsivotki Gyulához, és megkérte azt, hogy Gyula, ha megkérhetlek, akkor a kalapács mellett a sallót is dobd már ki az országból, légy szíves. Hát szétszakadt a röhögéstől mindenki, tehát ilyen már nem nagyon lesz, pedig nekem gyerekkoromban a legnagyobb álmom volt, hogy kettős rangadót játszhassunk. Én örülnék neki, mert lenne egy romantikája, de hát négy felé kéne osztani a szurkolótáborokat. Biztos vagyok benne, hogy a Fradié lenne megint a legnagyobb tábor, mert akkor a három szektort megtöltötte. Minden szurkolótábornak tudom, hogy hol volt a helye. Az újpestiek a Stefánia út felől, a honvéd szurkolók tőlük jobbra, és középen a Vasas. Mindenki tudott mindent, mindenkiről. Utána a négy csapat a stadionszállóba együtt elemezte a meccseket folyékonyan. Nagyon finom, kellemes romantikája volt, de ma már más világot élünk. Először is nem mennek meginni egy csört a játékosok, mert féltik a pénzt, ami már sokkal több, mint ami nálunk volt, de nem cserélnék velük. Isten bizony nem cserélnék, mert mi élményeket gyűjtöttünk, nem pénzt. Ezek a mai játékosok pedig már inkább katonák. Ezek kevesebb a játék, kevesebb az öröm az arcukon. Biztos, hogy jó módban fognak élni, meg rengeteg pénzt keresnek. Lelkük rajta, csinálják, meg is érdemlik, nem is sajnálom tőlük. Inkább a szurkolókat szeretném, ha minél több örömben lenne részük, és főleg a fradi szurkolók, meg a magyar válogatottnak szorítok. Zárásképpen és a könyvet zárásaként is az utolsó traktusba olyan hát néha zrikálások, de olyan dalok és olyan versikék is föl vannak sorolva. Nagyon tetszett, hogy megjegyzésekkel. Tehát nem csak oda lett téve, hanem néhány gondolatot is fűztél hozzá. Ezeket, tehát hogyha valaki nem jár ki a meccsre, vagy a fotelből, kanapéról nézi a meccset, akkor ezeket soha nem fogja megtanulni. Tehát ez is egy picikét ilyen tanulás szempontjából oktató jelleggel lett? A cél ez volt, igen, amit mondasz, de menet közben jött. Menet közben jutott eszembe, hogy hát ezt meg kéne örökíteni. Eszembe jutott, hogy például Gyetvei Laci bácsi, a legendás balszélső, aki Kubala Laci bácsival is együtt játszott, hogy milyen szépen énekelte a Fradi indulót. Sőt, Kubala László is, amilyen szépen, kint voltunk nála Barcelonában. Fantasztikus volt. Amilyen szeretettel fogadott bennünket, édesapja
óriási Fradi szurkoló volt, és élete végéig vitte a Fradi szívet magával. A Hubala Laci bácsi, akár csak Kocsis Anyi, akár csak Cibor Zoltán, csak mellékesen jegyzem meg, valami szenzációs a Cibor musical, minden fradistának, minden hazáját szerető embernek ezt látnia kell és hallgatnia. És visszatérve ezekre a nótákra, voltak, amit a császártól tanultunk. Hát mondom, hát akkor én ezt megosztom másokkal, a szurkolói dalokat is. Vagy például Komár Lacinak, ahogy szerette a Fradit, Kósen. De például kevesen tudják, hogy az Omega együttes frontembere Kóbor János, Meki, mekkora fradista volt. És azt is átköltöttek, egy Cserháti Zsuzsanótát is átköltöttek a Fradi szurkolók. Meki, az Omega frontembere, például én utólag tudtam meg Trunkos Andrástól, a menedzsertől, hogy 2 tévét tett föl a színpadra, hogy lássa, hogy hogy áll a Fradi. Én elájultam, és nem hivalkodott koncert vele. Koncert közben. Elájultam, én sem tudtam róla, mert nem hivalkodott vele. Mert az ember nem kamerákkal, meg operatőrökkel jár jótékonykodni, meg hivalkodni, hanem belül éli meg. És ez volt Kóbor János, ez a Fradi szurkolók is ilyenek. Hihetetlen mélyen szeretjük a Ferencvárost és Magyarországot. Azt hiszem, hogy ez egy gyönyörű végszó volt. Bánki József, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a megkívánásokat. Sok sikert a könyvhöz, és az öreg fiúk csapathoz is, illetve mindenhez, amit végezek. Köszönöm után. Szépen, én is egészséget minden debreceni embernek és polgárnak. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, tegyenek így legközelebb is. Viszontlátásra!